Szóval egy nagyon kedves lakótársnak olvasnám fel, ha sikerül. Zaharov Tivadar, az egyszarvú húsa, bevezető. Az ember a létével úgy sem tud mit kezdeni, az életét meg csak elintézi valahogy. Részter Pilinszky Jánostól. A bűn az, ami minket embereket egyenlővé tesz. A bűn. A bűn hiánya pedig az igazi különbség ember és ember között. Ezt mondta az egyszarvú. Meg a bűnbánat gyakorlása részünkről, bűnösök részéről, meg a bűnbocsánat képessége tőletek, szintén bűnösöktől. Ezt is mondta. De az már régen volt. Akkor még ők is többen voltak. Mi meg kevesebben. Azóta fordult a kocka együtt a világgal, az egyszarvukat pedig szinte kivétel nélkül fölzabálta az ínyenc falatok iránti oldhatatlan vágyunk. Vágyunk a szebbért, jobbért, többért, a mennyiségért, a minőségért, akármit is jelent ez röviden mindazért, ami az embert emberré, emberivé, és egyben embertelenné is teszi. Ez az egyszarvú a barátom volt. Valójában fogalmam sincs, hogyan ment ez náluk, csak azt tudom, hogy ő mindig készségesen, mondhatni barátságosan viselkedett. Valószínűleg nem csak velem, valószínűleg mindenkivel. Én persze a barátomnak tekintettem, mint ahogy nyilván azok is, akikkel akkor táj dolga volt. Sokszor nézegettem a szarvát, csodáltam. Azt mondta, ez egy gyilkos szerszám. Nem mi gyilkolunk vele, hanem ti. Nem értettem. Most már értem. Kosztott kvártélyok, sötét, egyhangú, kilátástalan magányossága, díszes kastélyok, pazar, kiváltságos panorájamája, mi a különbség? Kérdezte. Győzni, veszíteni, mi a különbség? Mindenki szebb, jobb, élhetőbb, gazdagabb életet akar, ahelyett, hogy szebb, jobb, élhetőbb, gazdagabb, világot teremtene. Így mondta. Lám, mégis különbözünk, egyszarvúk és emberek. Ez az én egyszarvom azt akarta, hogy ez ne így legyen. És a többi is. Akkor miért nem így? Miért nem? Így én. Tényleg nem tudod? Az egyszarvú húsa nagyon-nagyon finom. A szarvából pedig remek fegyvert lehet készíteni egyszarvúk elejtésére. Válaszolta. Amikor odaértem, a barátom már halott volt. Többen csemegéztek a testéből. Emberek. Emberek! Nem jött válasz, csak egy darab koncot dobtak hátra. Finom volt. Nagyon-nagyon finom. Éhes voltam. A barátom húsa. És én ettem belőle. Ember vagyok, nem több, nem kevesebb. Ő sem várt volna tőlünk többet, mást, tudom. Hadd vigyek a gyerekemnek is! Kiáltotta valaki, és vitt. A bűn az, ami minket embereket egyenlővé tesz. Én bűnös vagyok. És azt is tudom, hogy a többiek nem azok. Miért is lennének? Miért is érezték volna a különbséget jó és rossz között? Senki sem hibáztatja őket. Legfőképpen én nem. Egyszer mondott valamit ez az én egyszarvom. Aki sárkányokkal küzd, előbb-utóbb azzá válik maga is. Nagy igazság, de mondok én egy még nagyobb. Aki egyszarvukkal küzd, sem előbb, sem utóbb nem válik egyszarvúvá. Sárkánnyá válik, ugyanúgy. Mert nem az a lényeg, hogy kivel küzdesz, hanem hogy küzdesz-e valaki valami ellenében. Ennyit akartam elmondani. Azóta élek.